Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Rehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Több százezer németet telepítettek ki Magyarországról, Bonyhád adott otthont az országos megemlékezésnek. Jogszabályváltozás a gyepmesteri szolgáltatásokban, javulhat a telepeken tartott állatok jóléte. Lezárult a centenáriumi megemlékezés, szobrot kapott Mésző Miklós Szekszárdon. Saját párját lopta meg, több százezer forint kárt okozott a sértődött barátnő. A második világháború után 200 000 magyarországi németet üztek el, vagy hurcoltak el hazájából, mondta Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a magyarországi németek elhurcolásának évfordulója alkalmával tartott országos megemlékezésen Bonyhádon. A német nyelvű ökumenikus istentisztelet után megkoszorúzták az esemény 75. évfordulójára elkészült emlékművet is. 1946. január 19-én kezdődött meg a kollektív bűnökség ellen a magyarországi németek szervezett elüzetése, az otthonaikból kényszerrel nyugatra telepítendő első budaörsi lakosokat szállító vonatszerelvények elindításával. Magyarország területéről 1946. január 19 és 1948. június 30-a között mintegy 200 000 német nemzetiségű ember telepítettek ki, olyanokat, akik számára a haza Magyarországot jelentette. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára megemlékező beszédében arról szólt, az akkori kor embere azt hitte, a II. Világháború után a megnyugvás ideje következik, de a világhatalmi törekvések szertefoszlatták a reményeket. Kollektív bűnösként azokat a németeket kiáltották ki, akik például itt Magyarországon talán a nemzet leghűségesebb honfitársai, nemzettársai voltak. Nem, mert hagyták, hogy a kommunisták topzódjanak. Nem, mert hagyták, hogy egy újabb diktatúra, a kommunista diktatúra milliókat és milliókat pusztítson el, és üldözzön el. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője azt mondta, nem csak a kiűzöttek élték meg a nehéz időszakot, hanem az itthon maradottak is, akiknek szembe kellett néznie családjuk, barátaik elvesztése mellett a betelepítés hatásaival is. Ide telepített székelyek unokájaként megköszönjem az ismeretlen, elűzött német családnak a házat, ahol felnőttem. Megköszönöm az elűzött németeknek a templomot és iskolát, ahol engem is neveltek, és megköszönöm a hazát, amelyet örökül hagytak nekünk. Johannes Heinl Németország magyarországi nagykövete azt mondta, kiemelt jelentősége van annak, hogy ne felejtsük el azt, ami a magyarországi németséggel történt, mert ez a biztosítéka annak, hogy nem történik meg még egyszer hasonló tragédia. Az ünnepség részeként a megemlékezők megkoszorúzták az elhurcoltak és elűzöttek Bonyhádi emlékművét. 14.890 új koronavírus megbetegedést igazoltak szerdán idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.369.974 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 85, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.686 főre emelkedett. 2.645 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 208-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.323.000-en kaptak. Tolna megyében 244 új fertőzöttet igazoltak szerdán, ezzel 28.639-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. 2022. január 1-től új jogszabály lépett érvénybe a gyepmesteri szolgáltatásokat illetően. A kormányrendelet szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét és ellenőrzését is, illetve a kóborállatok befogadásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat. A jogszabályváltozás kapcsán a jövőben kedvezően alakulhat a telepeken tartott ebek életminősége és gazdához jutási esélyük is.
Őket már begyűjtötték. Tavaly évvégén megszületett az a rendelet, amely szabályozza a kóbor állat befogásával, tulajdonjog átruházásával és elhelyezésével kapcsolatos feladatokat, és amely részletesen szabályozza az ebrendészeti telepek feladatkörét. A jogszabály előírja, hogy minden önkormányzatnak rendelkeznie kell saját ebrendészeti ellátással vagy szerződéssel. Gerő Attila Sióalgárd polgármestere elmondta, hogy náluk szerencsére kevés kóbor ebet látni az utcákon. Az elmúlt 5 évben egyszer kellett csak riasztani a gyepmesteri szolgálatot. Társulásban vagyunk, és a Faddi önkormányzat kezelésében van a gyepmesteri szolgálat, ők jönnek ki, ugye több település is tartozik hozzá. Ez egy jól működő dolog, de mondom még egyszer, hogy szerencsére kevésszer kellett nekünk az igénybe venni ezt a szolgáltatást. Glück Robert, pári polgármestere elmondta, hogy 2018. január 1-je óta rendelkeznek gyepmesteri szolgáltatással, szükség is volt rá, hiszen 2019 óta több mint 20 ebet gyűjtöttek be. Havi rendszerességgel érkezik a gyepmester. Eddig havonta egyszer jött, minden hónap utolsó hetén szerdán, de ugye ezek a jogszabályok, és január óta havi 2 alkalommal kell jöjjön. A szabályozás miatt közegészségügyi, állategészségügyi és állatvédelmi szempontból is jobb lesz a helyzet, illetve javulhat a telepeken tartott állatok jóléte és a gazdához jutásuk esélye is. Január 1-től a Tolna és Bogyiszló között található felső rév hókony holtágat immáron a Tolnai Dunáért Egyesület hasznosítja. Az őshonos halak megóvása érdekében az Egyesület célként tűzte ki, hogy a meglévő ívóhelyeket fenntartsa, megóvja. Továbbá lehetőség szerint mesterséges ívóhelyeket is szeretnének kialakítani. A 12 hektáros vízfelületre a csoport 10 évre nyerte el a pályázat útján a halgazdálkodási lehetőséget. Ugye azért van szükség egy hosszú távú bérbeadásra, egyébként a jogszabály is minimum 5 évet ír elő, mert a halgazdálkodás tekintetében kell egy ilyen középtávú időszak, hogy megfelelő tervet lehessen elkészíteni, illetve megvalósítani. Az Egyesületnek a halgazdálkodási tervében az szerepel, hogy elkövetkezendő időszakban 2 és 3 nyaras pontyokat fognak telepíteni, elsősorban ugye nyurga pontyot, ugye csak őshonos halak telepítése jöhet számításba, előnevelt csukát, süllőt is fognak telepíteni, illetve egynyaras combókat és lehetőség szerint aranykárászt is. Január 19-én egész napon át tartó programsorozattal emlékeztek meg Szekszárdon Mésző Miklós Kossuth díjas író születésének 101. évfordulójáról. Az emléknapon ünnepélyes keretek között adták át a Mészői emlékplakettet is, amit az idei évben Dicső Zsolt kapott. A megemlékezés a Művészetek Háza előtt felállított Mészői mellszobor avatásával zárult, amit Adorjáni Endre szobrász készített. Gyurkovics János, Szekszárdváros alpolgármestere adja át a Mészői Miklós emlékplakettet Dicső Zsoltnak. Az elismerést 2004-től adományozzák azoknak a szekszárdi, illetve a városhoz kötődő személyeknek, akik kiemelkedő teljesítményt nyújtanak Mészői Miklós irodalmi munkásságának ápolásában. Dicső Zsolt, a szekszárdi születésű író, költő, szerkesztő, ezt mind elmondhatja magáról. 2013 óta szervezi a Szekszárdi Magasiskola, Mészői Miklós Irodalmi Akadémia és Írói Mesterkurzus programsorozatát. Aktív közreműködője a Mészői Miklós Emlékbizottság munkájának, és a minden évben megrendezésre kerülő Mészőnap szervezésében is mindig részt vesz. Díjat kapni mindig jó, szóval vártam, mert biztos van más, aki jobban megérdemelte, csak én a D betűvel elő vagyok a névsorban. Persze, nagyon jól esik meg, hát várta az ember, nézve a sort. És ahogy mondtam is, hogy jó volt a kötetbe beleírni Cerkával, hogy 2022 Dicső Zsolt, Mésző plakettese. Dicső Zsolt azt is elmondta, hogy hosszú ideje dolgoznak már Mésző szellemi hagyatékának ápolásáért. És az egyetlen Kossuth díjas írónk, ha valakit, akkor őt tényleg piedesztára kéne emelni, büszkének kéne rálenni, mint ahogy vagyunk is, és például ez a mai nap főleg a szoboravatással végén nagyon méltó megemlékezés, és dolgozni kell, mert sem nincs, mert ha mi nem csináljuk, más valószínűleg nem csinálja. Mészői Miklós 1921-ben született Szekszárdon, a tavalyi évben születésének 100. évfordulóján számos rendezvénnyel, színházi előadással emlékeztek meg a város szülöttéről.
A rendezvénysorozat idén január 19-én az író 101. születésnapján zárult, a Művészetek Háza előtt felállított mésző szobor avatásával. A szobrot Adorjáni Endre készítette, aki elmondta, megtiszteltetés volt számára megalkotni a Kossuth-díjas író mellszobrát. Én most boldog vagyok, mert ez az első szobor, ami tényleg a város rendelt tőlem több mint 30 éves itt tartózkodásom alatt. Tehát ez ettől egy kicsit úgy küszködök a meghatódottságtól, mert valahogy most, hogy 70 évet elrúgtam, olyan jól esik a lelkemnek, hogy mégis valami picit hozzátehettem, valami kicsi értéket hozzátehettem ahhoz, ami itt történik, meg történni fog még sok ideig ebben a városban. A szoboravatás után a jelenlévők elhelyezték az emlékezés koszorúit az emlékmű előtt. Írásban lehet jelentkezni a Tolna megyei szavazott számláló bizottságokba 2022. február 25-éig. A helyi választási irodák az április 3-ai országgyűlési választás és az azzal egy időben rendezett országos népszavazás szavazott számláló bizottságaiba fogadják a csatlakozási igényeket. A jelentkezőkből a helyi képviselőtestület választja majd ki a bizottság 3 tagját legkésőbb március 14-én 16 óráig. Fontos előírás, hogy csak az adott településen lakcímmel és választójogosultsággal rendelkező lakosok lehetnek a választási bizottság választott tagjai. Ők munkájukért díjazást kapnak. Ez egy januárban kiadott miniszteri rendelet értelmében bruttó 35 ezer forintról 50 ezer forintra emelkedett, ami nettó 33.250 forintot jelent a bizottsági tagoknak. Emellett mentesülnek a szavazás napját követő munkanapon a munkavégzés alól. Saját barátjától lopott el több százezer forintot egy siógárdi lány. Úgy tudjuk, a pénzből ruhákat vett. A vásárlásból végül feljelentés lett, abból pedig bírósági ügy. Egy veszekedés után döntött úgy a fiatal lány, hogy egész egyszerűen ellopja a barátja bankkártyáját. A férfi pehére a tárcájában a szükséges PIN kód is ott volt, így a sértett szerelme azonnal el tudott indulni elkölteni a férfi pénzét. Úgy tudjuk, főként ruhákat vett, mintegy 1515 euró értékben, ami akkori árfolyamon nagyjából 484 ezer forintot ért. A megkárosított párja viszont nem tétlenkedett, amikor észrevette, hogy nincs meg a kártyája, feljelentést tett. Pénzbüntetésre ítélte, napi tételszámot 200 napban határozta meg, és a napi tétel összegét pedig 1000 forintban, így a kiszabott pénzbüntetés összege 200 ezer forint, amelyre részletfizetést engedélyezett a bíróság. A lányt végül nem lopás miatt ítélte el a bíró, hanem a sokkal súlyosabb bűncselekménynek számító csalás egy speciális esete miatt kellett felelnie. A bíróság a bűnösnek kimondás kapcsán információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásban mondta ki a bűnösnek a vádlottat, mert a bankkártya információs rendszer, egy speciális rendszer, amely PIN kóddal használható, és ezért az itt elkövetett lopásnak minősülő cselekmények csalásnak minősülnek. Az ítélet jogerőre emelkedett, mivel azt a vádlott és az ügyész is elfogadták. 5 nevet véstek fel az örökös bajnokok közé a Magyar Kajakkenu Szövetségnél kedden. Köztük az atomerőmű ESE többszörös világbajnok maratoni kajakosának, a Paksi Kiszli Vandának a neve is felkerült a márványtáblára, aki a 2021-es év női kajakosa címbirtokosa maratoni szakákban. Az ünnepséget Budapesten a Magyar Kajakkenu Szövetség Dunaparti székházában tartották. Kozák Danuta rántotta le a leplet az arany érdemérmesek márványtábláról, melyre a magyar kajakkenu sport örökös bajnokainak a neve kerül. Idén többek között az ő nevét és a Paksi Kiszli Vandáét is rávésték a dicsőség táblára, aki 5 világbajnoki aranyérmével érdemelte ki. Ez egy nagy megtiszteltetés számomra nyilván, hogy felkerülhettem erre a táblára. Motivált vagyok abszolút, szóval még nem szeretném... Nem szeretnék arról beszélni, hogy mikor fogom abba hagyni, én szeretném minél tovább folytatni ezt a versenyzést. Világbajnokok, olimpiai bajnokok és mesteredzőik gyűltek össze Budapesten a Magyar Kajakkenu Szövetség Dunaparti székházában. A reflektorfénybe került maratoni szakág újdonsült kajak királynő jelöltjéről, Kiszli Vandáról edzője így nyilatkozott. Eddigi karrierem egyik legnagyobb kihívása, nagyon nagy felelősség volt. Nekem ő az első olyan verseny, aki világbajnokként érkezett hozzám, és célja volt, hogy megtartja a címét. És szerintem neki is nagyon nagy büszkeség, és nekem is, hogy sikerült elérnie az idei évben.
de nem kényelmesedhetünk el egy másodpercet sem, mert igen, hatalmas kihívók vannak. Vanda nevelő edzői az Atomerőmű Sportegyesületnél Gutai András és Metzger András voltak. A legeredményesebb versenyzője a szakosztálynak, ugye a Kozman Gyuri, síkvizen, két olimpiai bronzéremmel, négy VB arannyal, és hát meg számtalan éremmel, de ugye ő sincs rajta a táblán, mert öt világbajnoki arany kell hozzá, hát ez a Vandának először sikerült a szakosztályba az Atomerőmű Sportegyesületből. Az év para edzője az úgy szintén paksi, de a Honvédnál edzősködő Pruzsina István lett. Regionális híreinkkel megyünk tovább. Világpiaci hatások a hazai vállalkozásoknál, felmérés az Iparkamara Kutatóintézetéből. Koncert a templomban. 10. alkalommal szervezték meg az ingyenes közösségépítő programot a Kissomoly megyei településen. Baranya legjobbjai, 12 kategória győztes, de 8 külön díjat és 8 emlékplakettet is kiosztottak. Hogyan hat az energia és üzemanyagárak emelkedése a vállalkozásokra hazánkban? Ezt mérte fel az Országos Iparkamara Kutatóintézete tavaly novemberben. Az eredményeket januárban közölték, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt mondta, az áremelkedés és az infláció mögött világgazdasági folyamatok állnak, amiket nem tudunk kiküszöbölni. A hazai vállalkozások beszámolóiból is kiderült, hogy a globális válság már hatott a helyzetükre. Az energia és üzemanyagárak emelkedésének hatásai a hazai vállalkozásokra. Ez a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Kutatóintézetének vizsgálata, amit tavaly novemberben végeztek. Az energia és üzemanyagárak emelkedésének hatásait vizsgáló kérdőívet 1036 vállalkozás töltötte ki. A gázáremelés az kb. Egyharmad részben, viszont az üzemanyag és az áram az kétharmad részben veszélyezteti a tevékenységüket. Általában 20%-os árbevétel csökkenéssel és 20%-os nyereség csökkenéssel számol a kis- és középvállalati szektor, ami elég drasztikus. Emellett látszik, hogy csak negyedük emelt árat eddig, de több mint 70-80%-uk áremelésben gondolkodik. Ez az arány legmagasabb a vendéglátásban, logisztikában, építőiparban. Azokban az ágazatokban kevesebb, ahol nem ennyire kitett az adott tevékenység az energiaáraknak, mondja az eredményekről a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Az emelkedő energiaárak, a megnövekedett alapanyagárak, illetve a jól képzett munkaerő elszippantása a fejlett régiókba, azok pótlása mind növeli az inflációt világszerte, így hazánkban is. Valószínűleg ez hosszan elhúzódó lesz, ez az egész válság, és hosszan elhúzódó lesz az infláció is, amelyre nagyon nehezen fogják a megfelelő válaszokat megtalálni a kormányok. Minden esetre a vállalkozásokat megkérdezve látszik, hogy több mint felük mindenképpen kormányzati beavatkozást támogat ezekben a kérdésekben. Persze, hogy mondtam, az más kérdés, hogy ez mennyire tudnak hatékonyak lenni egy globális piacon. A Covid-járvány, a világválság átrendezi a gazdasági pozíciókat. Ez egyfajta gazdasági háborút is elindított, ami hat az egyes országokra is, mondja az elnök. A globális hatás alól nem vonhatja ki magát egyik ország sem. Helyi intézkedésekkel, gazdasági eszközökkel lehet beavatkozni a folyamatokba, hogy a hatásokat enyhítsék az államok. 10. alkalommal szerveztek ingyenes közösségépítő koncertet Somogygesztiben. A településen ma már hagyománynak számít ez a jó hangulatú templomi évköszöntő rendezvény. A 10. jubileumi koncert alkalmával köszönjük nekik azt, hogy évről évre meghozzák ezt az áldozatot, és eljönnek közénk ide kicsi falunkba, Somogygesztibe. 10 évvel ezelőtt született meg Somogygesztiben a gondolat, hogy januárban egy ingyenes koncerttel köszöntik az esztendőt. A katolikus templom fellépői között visszatérő és vendégművészek is akadnak. Január 2. vasárnapján szoktuk megszervezni ezt a koncertet, most a 3., mert a Falusi Maria nem ért rá, és azóta ezt minden évben, kivéve tavalyi év, ugye már pandémia volt, minden évben megszervezzük, és eddig, bízom benne most is, eddig a templomunk a színig volt. A művészek mindig tartogatnak meglepetéseket a közönség számára. Ez egy katolikus templom, és mégsem templomi énekeket énekelünk csak minden esetben. Most már 10 év alatt, azt hiszem a 6. éve Falusi Marian is fellép itt velem. Ő a legjobb barátom, és
például a padödő dal is lesz, amit nem tud a közönség, és azt is beépítettük a műsorba, hát ahol a Mari ott van, a padödő ott van, és azért nagyon jó itt lenni, mert a templom, a polgármester, az atya, mindenki egy picit nyitottabban gondolkodik erről a dologról. A pici gyerekektől kezdve egészen a nyugdíjasokig idén is minden korosztály megfordult a teltházas koncerten. Szinte az elejétől részt veszek ezeken a koncerteken, mivel ugye önkormányzati dolgozó vagyok. Gyönyörűek a műsorok minden alkalommal, mindenki nagyon jól érzi magát, szórakoztatóak a műsorok, gyönyörűen énekelnek, úgyhogy nagyon szeretjük őket. A közel 2 órás koncert zenei összeállításában külföldi és magyar dalok egyaránt felcsendültek. Összesen 2155 szavazat érkezett a Baranya legjobbja 2021-es felhívásra. 12 kategóriában hirdettek győztest, de további 8 külön díjat és 8 emlékplakettet is kiosztott a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség. A díjakat Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, Janovics László, a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség elnöke, Máté János, a PSN ZRT vezérigazgatója, a BMKS elnökségi tagja és Várhalmi Zsolt, a BMKS társelnöke adta át hétfőn este a Pécsi Kereskedelmi Központ zsolnai konferenciatermében. A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének Baranya megyei szervezeti egysége jutalmazta a 2021-es év legjobb játékosait, edzőit és játékvezetőit. Horváth Boglárka 2 díjat is kapott. Nagy Rékával együtt az U18-as kategória legjobbja lett, valamint a 2021 nyarán megrendezett 3-3-as világbajnokságon 3. helyezést elért csapat tagja volt, és az ügyességi versenyszámban 2. helyezést ért el, amiért emlékplakettet vehetett át. Nagyon büszke vagyok, amit a nyáron el tudunk érni a 3x3-as világbajnokságon a csapattal, a bronzérmen, ami szerintem mindenki számára egy felejthetetlen élmény fog maradni. A 2022-es évtől pedig azt várom, hogy minél jobb helyezést tudjunk elérni a csapattal, és ugye újonc vagyok a felnőtt csapatban, és minél jobb teljesítményt szeretnék nyújtani, és amit játékpercet kapok, azt maximálisan kihasználni. Összesen 2155 szavazat érkezett a Baranya legjobbja 2021-es felhívásra. 12 kategóriában hirdettek győztest, de további 8 külön díjat és 8 emlékplakettet is kiosztott a Baranya megyei Kosárlabda Szövetség. Helyezettek, illetve érmesek voltak országos versenyeken, vannak utánpótlás és felnőtt válogatottjaink, akik szintén világversenyeken, Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon szereztek érmeket, többen közülük országos versenyeken All-Star legjobb ötös csapatba választották be, vagy éppen a torna MVP-jének választották. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok ígéretes és tehetséges fiatal van, aki előtt szép jövő áll. Janovics László elnök a díjazottak közül kiemelte Praks Pétert, aki jelenleg Magyarországon a legmagasabban jegyzett játékvezető. Az ünnepségen részt vett Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének főtitkára, aki, mint elmondta, mindig szívesen jön Baranyába, hiszen példaértékű az a munka, amit a megyében végeznek. Bodnár Péter Baranya megyét a magyar kosárlabdázás egyik legfontosabb bástyájának nevezte. Mint férfi felnőtt, A csoportos és női A csoportos csapat is van, államilag elismert sportakadémia, MKOS által elismert és akreditált akadémia, teljes utánpótlás repertoár, kerekesszékes kosárlabdázás, és hát elég azt is mondom, hogy tudományos szempontból pedig itt található a Kosárlabda Specifikus Módszertani Központ, illetve a Pécsi Egyetemen pedig a BSC edzőképzés után rövidesen a mesterszak is elindul, úgyhogy én azt hiszem, hogy mind infrastruktúrális, mind sporttudományai, mind szakmai háttérre minden rendelkezésre áll ahhoz, hogy a lehető legmagasabb szintű utánpótlás nevelő munka történjen. Nagyon nehéz lenne az edzőknek kifogást találni, hogyha ez nem sikerül. Bodnár Péter a 2022-es évvel kapcsolatban elmondta, szeretnék, ha minden versenyrendszert be tudnának fejezni tavasszal, és bízik benne, hogy a válogatottak is sikeresek lesznek. Végül nézzük Főbb-Tolna megyei híreinket még egyszer röviden. Több 100 000 németet telepítettek ki Magyarországról, Bonyhád adott otthont az országos megemlékezésnek. Jogszabályváltozás a gyepmesteri szolgáltatásokban, javulhat a telepeken tartott állatok jóléte.
Lezárult a centenáriumi megemlékezés, szobrot kapott Mésző Miklós Szekszárdon. Saját párját lopta meg, több százezer forint kárt okozott a sértődött barátnő. Csütörtökön hideg front alakítja az időjárást, országszerte erősen felhős, borongós időben lehet részünk, és vegyes halmazállapotú szitálás, zápor, helyenként hóesés, havaseső is előfordulhat. A késő délutáni órákban erősödő szél támad, este szakadozni kezd a felhőtakaró. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!